És ehhez tulajdonképpen abban az időben, most ebben nem ebben részesen, fölvet egyfajta mimikrit. Tehát még nincs szó, hogy mit másolunk, mi hova ott dugjuk magunkat, hanem egyszerűen van egy amerikai egyetem, amelyikkel természettudósok határoznak meg, vagy ilyen nagyon humán tudományoknak, mint jogtudomány, vagy bölcsészudományok mintái, és akkor meg kellett állapítani, hogy akkor miben különbözik a szociológia a történettudománytól, egy amerikai egyetemtől, abban, hogy akkor őt használt kanonikus korrelációt. A történészek nem ismerték ezt a kifejezést. Ennél bonyolultabb, hát a hizék se ismertek, a szociológusok se, de be kellett vezetni bizonyos ma statisztikai csomagokat, és ki kellett építeni olyan belső mechanizmusokat, amelyeket egymást el tudták ismerni. Ezzel alakult körülök. Ebben az időben jön létre, hát az én felfogásom szerint egy 30 évig meglévő szétválása a amerikai és később a nemzetközi szociológiának. Vannak teoretikusok, ez mondjuk, mondok egy nevet, de ez most nem mondjuk Parsons, és vannak empirikusok, akik még, vannak mérőemberek, akik állnak a gödörben és adatokat keresnek, ez volt mondjuk Lazarsfeld, és persze ezek nagy nevek, akit most mondok, és voltak embereket, nem érdekelt, hogy Lazarsfeldik vitásnak ki a gödörből, egyébként ők voltak az első közvélemény, vagy ilyen modern médiakutatók is, és mondjuk például Parsons és mások, akik, hát akik a társadalom nagy szerkezetében foglalkoztak. Na most, a kelet-európai, közép-európai szociológia ugye küzdött a, hát az akkori hivatalos tudományos materializmus ezével, de különösképpen nem gödörásó volt, hanem teoretikus kérdéseket tett fel, jókat, rosszakat, ez most teljesen mindegy, de miután a történet természeti kérdéseket tett fel, ezért a szociológus is először azokat tette föl, másolva Parsonsékat. Parsonsék elmentek Oroszországba, szerepeltek, szerették az ottani új radikális szovjet, vagy posztszovjet, vagy antiszovjet szociológusokat. Ide nem jutottak el, vagy legalábbis nem nagyon, hát Parsons szemébe tudtam volna nem, de talán Colemant láttam itt, ezek közül a klasszikusok közül. Tehát, hogy mindegy, ez viszont kiderült, hogy miben különbözhetünk a többiektől a gödörásásban. És akkor így meglett Szecskő, így meglett az empirikus szociológus, így meglettek a KSH óriási kapcsolati hálójára épített vizsgálatok, és nem rakozom. Na most én ott kezdeném ezt a izét, hogy tulajdonképpen ezen előzmények után a magyar szociológia egy sajátságos csapdahelyzetbe kerül. Egy amerikai csapdahelyzetében, nem egy magyarországi csapdahelyzetében. És semmi köze nem volt az, hogy itt most akkor Z mit gondolt Károly, vagy el szerette Z-t, hogy milyen viszonyban volt egymással Kulcsár Kálmán és Huszár Tibor, vagy visszafelé, most nem mondok semmilyen neveket, érdektelen. A történet arról szól, hogy Amerikának szüksége volt, megint nem érdekel őket, hogy mi van itt. Azért, hogy ötékig szükségük volt a világról tudásra. És ezt hívták area studiesnak, tehát nem disziplina, a disziplina azért vizsgálja a pszichológiát, a szociológiát, most nem ragozom, az area studies pedig azt mondja, hogy nem érdekel engem érdekel Latin Amerika, engem érdekel Kelet-Európa, engem érdekel Dél-Kelet-Ázsia. Mert az amerikaiak számára erről a térségről információt, stb. Kell szállítani. Na most ez a szállítás, ez elsősorban egyébként interdisziplináris volt, majd mindjárt mutatom a képeket. Nagyon sok esetben egyébként nem a szociológiából kezdődött, hanem hát ez egyetemtől függött, de sok esetben nyelvészetből, mert kultúrakutatásból kezdődött. De ez egy olyan sajátságos, nemzetközi szinten működtetett, fordító iroda volt, ez volt az Area Studies, egyébként a híres Magyarország is, mi is oda voltunk, hogy kijutottunk a Wilson Centerbe, Washingtonba, kijutottunk, viszont egy híres ilyen, mondjuk így, hogy információgyűjtő hely volt. A Harry Bell Intézet, Columbia Egyetemen, egy másik ilyen híres Oroszországról, Kelet-Európáról információgyűjtő hely volt. Tehát még igazán
Ja, ráadásul ezekre az egyetemek, tehát oda vitt magyar, vietnámit, patagont, bárkit, hogy szállítson tudást az amerikaiaknak, az amerikai akadémiának adott esetben, amerikai hírközlésnek, és ez megint nem izé a amerikai szlavisztikai éves kongresszuson, amely egyébként ennek a szakmának a fő izé, ahol egyébként a kelet-európaiak is, mi is ott zsögtünk, voltak az álláskereső helyek. Tehát, hogy ha állást akartak keresni az amerikai egyetemek, akkor elmentél egy ilyen kongresszusra, mondjuk az egyik egyetemről, mondjuk Indiánából, és te Berkeleybe akartál, és akkor ott interjút csináltak, vagy lelevelezték, szóval egy ilyen fontos ilyen hely volt. Most ilyen kis bódékba álltak ezek az egyetemek, és várták a megbeszélt izéket, és én felfedeztem a CIA-t is ezek között. Tehát, hogy ott ugyanúgy, az is egy munkahely volt. Tehát, magyarán mondom, mi egy olyan helyre kerültünk, ahol keveredett a regionális tudomány, az amerikaiak felvilágosítása, és hát különböző módokon, én nem semmi felháborítót nem látok a CIA-ben, a CIA is. Természetesen a Szabad Európa toborzott embereket ezeken a helyeken nem illegálisan, tehát nem most oda, nem, hát ki volt írva, hogy hát ide akarsz jelentkezni, akkor oda mész, és nem mi mentünk oda, hanem az amerikai szlávisták, vagy az amerikai hungaristák, vagy nem tudom, hogy mondja. Na most, tehát volt egy ilyen valami, ami tulajdonképpen 20 évre nem volt tilos az amerikai egyetemre, ahol ezek a központok különben működtek. Tehát ha kikerültél a Kolumbiára, akkor nem volt tilos érintkezni a Kolumbia más tanszékeivel. Csak azok mondták, hogy milyen fene, ja, te onnan jöttél a kelet-európaiaktól, hát jó, és akkor vagy lehet kapcsolat, vagy nem, többnyire nem. Pénz arra nem volt végül, hogy finanszírozzon a kutatásokat, a pénzt egyértelműen ezek a központok kapták. Később a dolog oda változott, hogy ezek a központok elég ügyesek voltak, ügyességről semmi rosszat nem látok, és ők szerezték meg azokat a pénzeket, amelyekből nekünk ösztöndíjakat adtak. Tehát te kaptál egy Fulbright ösztöndíjat, nagy nehezen kihasznosodott, és utána bementél a Kolumbia Egyetem kelet-európai kutató intézetébe, ahol neked volt egy íróasztalod, meg ott úgy értékeltél, honnan a fenéből jöttél, milyen országból is, mik vannak ott, milyenek a viszonyok, és természetesen te beilleszkedtél ebbe a történetbe. Később, ez még 89-90 után sem változott igazán, mert az amerikai ilyen központok, azok minden tudományos értékünkkel együtt is használták a fejünket is. Konkrét példa, emlékszem, hogy én sokat mozogtam abban az időben Bostonban, és Bostonban van a híres Boston University, számos más egyetemek egyik a térségben, ahol volt egy intézet, egy kultúrakutató intézet, mert Peter Bergernek az intézete, mindenki ismeri, mint a valláskutatás, nagy klasszikusa, mint a szociológiai módszertan egyik alap. Tavaly halt meg, de egy-két év ezelőttig, hála Istennek, még aktív volt szerepe, kiváló, nagyszerűtési volt. És az a pasi, én ott nem igazán közel, de végig is kapcsolatban voltam vele, és akkor megkeresett 91-ben ott, megebédeltetett, és előadta, hogy ő úgy hallja, hogy nekem vannak valamilyen kapcsolataim Sorossal, nem voltak igazán komolyan, most nem az érdekes, de ő arra kér engem, hogy hozzam őt össze, vagy az ő embereit Soros megfelelő slapajaival, és adjon nekik Soros pénzt arra, hogy ők majd kiképezzék az új kelet-európaiakat. Azt tudták, hogy Soros ad pénzt a kelet-európaiak átképzésére, már béke volt, mindenki mehetett volna a saját tanszékére, jó-rosszra, ahol befogadták volna őket, de ő azt mondta, hogy tessék, jöjjenek csak ide. Én nem tudtam olyan helyzetbe hozni, ő magát sem tudta, tehát mindegy, nem került a pénz, de mások tudták, rendesen voltak ilyen forrásaik. Tehát volt egy olyan történet, végül összefoglalva, amely az amerikaiak számára gyűjtött információt elsősorban, és nem Kelet-Európában érdekelt, hiszen Kelet-Európában tudta azt, hogy mi a különbség a szerbek és a magyarok között, ami egy átlagos amerikai egyetemen, Wisconsinban nem olyan magától érthető. Na most ezután nem is kerültek a kapcsolatok nagyon tovább, voltak kivételek, én itt
említem a képeimen is, hogy például Szelényi Iván, aki majdnem egyedül olyan emigráns volt, aki egy komoly nagy pozíciót kapott az amerikai szociológián belül, és ő használta a kapcsolatait arra, hogy a saját tímeibe toborzott kollégákat 3 hónapos, 6 hónapos ciklusidőkkel Magyarországról, akik valóban kikerültek, most nem okvetlenül az Szelényi Iván, az Iván gondolom kősképpen nem foglalkozott velük, de például Wisconsinban egy nagyszerű szociológiai kutatókarra, tehát hogy nem kellett beállniuk a zébe. Tehát, hogy alapjában van egy alapmodell, amikor mi azt hiszik, hogy odaértünk az amerikai tudományhoz, és hogy ez igen, ezek ránk figyelnek, ezek nem azok, akikre mi figyelnünk kell. Nem fértünk hozzá ezeket. Ez az egy. Most ráadásul ezeknek a modelleknek, tehát ennek az érvényszerűsznek mindenfajta rossz vonala is volt, nem voltak igazán teoretikusan elmélyülve, volt egy elképzelésük, hogy modernizáció, az úgy Kelet-Európára is stimmel, és elkezdték ezt nekünk is lőni, és minden magyar boldog-boldogtalan elkezdte lőni, hogy hát modernizáció, igen, most jön. Nem jött. Semmifajta más teóriát ezek a szerencsétlenek, akikről én most beszélek, nem ismertek. Nagyszerű. De az eredmény végül az lett, hogy hát ezek a történetek nem közelítettek, hanem igazán elszigeteltek az igazán élvonal velézéktől. Tehát tulajdonképpen miközben azt hittük, hogy már ott vagyunk, már befogadtak, már bent vagyunk, ez mind nem úgy történt, ugye arról nem is beszélve, hogy az amerikai partnereknek igazán magyarországi vagy lengyelországi terepmunkára nem volt pénzük. Hát nem volt pénzük, mert először is, ha már kutattak, inkább voltak persze globális kutatásaik, de azok olyanok voltak, mint amikor itt valaki közülünk azt mondja, hogy hát vegyük már fel az adatokat Sopronban is, vagy vegyük fel Mátészalkán is. Hát akkor keresünk egy mátészalkai pasit, van egy kérdőívünk, adunk egy kis pénzt neki, lekérdezi ez, és az azt hiszi, hogy hát akkor bekerült hát egy magyar projekt szívébe. Semmi, egy vidéki segédfunkció töltött be. Amiből mi boldog lehetünk, és ezek 3 hónapra meghívtak Amerikában, ott serteperté az adat körülbelül. Na most ez az első modell, tehát teória hiány, félreértett elméleti intenciók, stb. Volt egy számomra szerintem nagy előnye a dolognak, hogy számos kiváló kelet-közép-európai volt ott. Aki Magyarországon ma a magyar közpolitikában, társadalompolitikában, kutatásban, például Michnikre hivatkozik, a nagy lengyelre, az onnan hivatkozik, hogy Michnikkel együtt volt valamelyik amerikai ilyen helyen, amiről én beszélek. Tehát üzében nem volt, de Michniket sokat hívták, meg volt a valószínűség, hogy te olyankor jártál ott segéd izékét, amikor éppen Michnik is ott volt, és megismerkedtél vele. Tehát ilyen értelemben néha hozzáférhettél igazán kiváló kelet-európaiakhoz, amikor aztán 30 évig megmaradt. Na most a dolognak, még csak hogyha itt adomázunk, még része volt az is, és ezzel befejezem az első korszakot, aztán a képeket mutogatomat külön, hogy nagy szerepet játszott ebben a dologban a Soros alapítvány is, Soros György személyében, Soros György felfogás a világról, a kelet-európai átalakulásról. Ugye őt nem érdekelt a tudomány, most se érdekli, őt az új elitek érdeklik. És új eliteket akart létrehozni. Ezt elmondta 100 000-szer, ez nem az én negatív képen, ellenkező pozitív képen, abban az időben több lehetőség volt arra, találkozok vele. Minden héten elmondta, hogy új elitek kellenek, nem Magyarországon, első Oroszországban, de a többi országban is. Le kell váltani ezeket a régi csirkefogókat, és helyettük kell ugye az Open Society filozófiájával egy Open elitet létre. Na most ehhez jött létre 1984-ben, ha már erről beszélünk, a Soros Alapítvány, MTA vegyes alapítvány, amiről talán sokan tudnak, vagy ha nem, akkor most tudom, ami egy sajátságos politikai biznisz volt. Rábeszélték az MTA-t, pontosabban szóval nem is az MTA-t, hanem természetesen Laci Györgyöt, hogy hát kössön egy üzletet a Sorossal, ugye a társadalomtudományi kutatások finanszírozására, külföldi utakra a hivatalos kultúrpolitikának nem volt pénze.
És akkor azt mondta nekik a Soros, létrehozunk egy különös vállalkozás, és én csak az arányokat mondom, hogy kb. 30%-ban adtok manit a diszidenseknek, én megmondom, hogy kiknek, és azokat elengedjétek, kapnak útlevelet, ugye Kelet-Európában a diszidensek nem kaptak útlevelet. Kaptak útlevelet, mehetnek, és 70%-ért pedig küldhettek ti embereket. Na most ez nem azt jelentett, hogy valaki nagyon kormány izé volt, én fölmondhatnám a akkori magyar szociológia színét, virágát, akiket az állam kiküldött, így a Soros üzében. Most ezek mindenütt a megállapodás, vagy legalábbis a megállapodások elsőbb többsége ezekkel az area study szintéletekkel volt. Tehát nem a legjobb szociológia tanszerre kerültél, oda kerültél megfelelő kelet-európai intézetekbe, onnan fogadtak téged, tudták, hogy kell veled beszélni, tudták, hogy milyen, amikor ebéd után aludni szeretsz, mindent tudtak. Tudták azt, hogy mikor kezdesz ki komolyan a titkárnővel, és mikor csak udvarias vagy vele. Ismerték ezeket a minket, mint állatfajtát. És oda kerültem ugyanúgy Kis Jánostól a Társadalmi Intézet, hát a hivatalos valahoz közeli kutatóig egyformán mindenki. Tehát, hogy nem volt különbség ebben az évben. Ott helyenként voltak kis viták, de még ezek sem voltak. A magyaroknál, lengyeleknél nem voltak, a többi helyeken rosszabb volt a viszony a hivatalosság és a nem hivatalosság között, de itt még ez sem. Na most ezzel a dolog véget ér nagyjából a 90-es években, amikor elfogy a pénz. Tehát egyszerűen nem az amerikaiak nem kapnak több pénzt arra, hogy minket föllazítsanak. Mi? Már föl vagyunk lazítva. Már meg vagyunk véve, már szeretjük őket úgy, hogy jobban nem lehet, akkor minek ebben pénzt fektetni? Nem is fektetnek. De ez a 90-es évek közepétől itt vannak adatok, minden fenn, szépen látszik, hogy ez hogy megy vissza, és a 90-es évek közepén viszont megjelenik az Európai Unió. Ennek is itt van. Annak adatai, framework programok, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, a 4-es, 5-ös táján jelenik meg igazán Kelet-Európa, vagy Közép-Kelet-Európa. Tulajdonképpen nem adnak sok pénzt a szociológiára, de úgy képzeljétek el, most itt mondom fejből a számokat, de látni is lehet, hogy egy ilyen framework program, amit tartott 2-3 évig, ez lehetett 2-3 milliárd euró, tehát évente 1 milliárd euró az elején, ma már van 70 milliárd euró körül van a 8-as framework program, tehát ezek a legújabb vizék. De hát ez az összes tudományra vonatkozik, a biológiától a sugárkémiáig. Akkor is pár százezer, most is pár százezer eurót tehetett ki a társadalomtudományoknak szánt pénz, de volt két alapvető dolog, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy ne húzódjon el ez a történet. Két olyan, megint a Zeitgeist. Az első, két olyan ügy volt, ami az Európai Uniót, hogy akkor léptünk be, három ügy akkor most érdekelt. Az egyik az, hogy úgy gondolták, hogy meg kell tanulnunk szobatisztán viselkedni, hogy pénzt kapjunk, hogy pénzt elszámoljunk, hogy úgy működjünk, ahogy egy európai társadalmi kutató. Tehát bemondtak mindenható olyan keretekbe, ahol ezt mi megtanulhattuk. Mi azt hittük, hogy minket a tudományunkra volt, a tudományunkra voltak kíváncsiak, arra voltak kíváncsiak, hogy tanuljunk meg, hogy mondjam, európai tudománypolitikában később villába lenni, és hát lehetőleg ne ropjuk azonnal el a pénzt. Tehát a lényeg valamilyen formák arra, hogy ezeket a pénzeket hogy kell elszámolni, hogy kell elkölteni, hogy kell, mit kell csinálni, stb. Ez volt az első történet. Ez nem ment egyszerűen, és rengeteg embert küldtek ki, és rengeteg helyzetben kellett már küzdeni elszámolási problémákkal. Én már tudományszervező voltam ott a 90-es évek közepétől, 96-tól. Hát egy állandó úgy volt, hogy ne lopjunk az EU-t. Az EU azért ezt valamilyen módon nem is nagyon kérte számon, de ez volt jó módon. Amikor aztán kezdte számon kérni, és nekünk nem volt jó módonuk, akkor lettek mindenfajta balhék, de most a következő elem a történet. Na most ebben ez volt az első. Volt két intellektuális, amit én fontosabb tartom dolog. Az egyik akkor, hogy akkor az EU, tehát mondjuk beszéljünk 1998-1999-2000, ekkor léptettek be minket. Ekkor folynak az előkészületek, ekkor folynak velünk a kézimunkázások. Az első, hogy az EU úgy gondolja, hogy kell lennie egy európai demosznak. Tehát, hogy létre kell hozni egy európai népet.
Hát ha ő Európai Unió akar lenni, és Európai Unió, mint vezető akar lenni, akkor nem elég, hogy valakik lengyelek, csehek, magyarok, németek, franciák, én nem tudom kicsodák, hanem kell, hogy legyenek európaiak is, hogy európai demokrácia nincs európai demosz nélkül, ez elég közismert, és európai demosz, mint a jelszó, tehát akkor létre kell hozni az európai demosz, és rengeteg sok különböző alirány, főirány, főcsoport, nem tudom mi volt, ami arra irányult, hogy hát hogyan lehet részt venni olyan nemzetközi projektekben, valóban nem csak az, hogy elmenni egy konferenciára és látni egy franciát, hanem együtt dolgozni velük, hogy hát ezzel a demosszal mit is csináljuk. Tudjuk mi, ugye a kelet-európaiak sokszor azt hittük, hogy ha látunk egy franciát egy konferencián, akkor már nekünk nevezett, akkor nekünk nyugati kapcsolatunk. Ez önvadításnak nagyon jó volt, hát a tudományos időben. De itt valóban el kellett közösen számolni projektekkel, hogy mi is legyen ez az európai demosz. Ez nagyjából az úgynevezett lisszaboni időket jelenti az Európai Unió történetében, a 96, 97, 98, amikor hát próbálják az Európai Unió közös jogi és politikai alapjait megteremteni, ezt a kiderülés nem megy, és ezt abba hagyják. De 97-98 tele van ilyen közös európai, sőt, újabb európai etnosz kitalálásával is. Erre rendkívül sok pénz ment el, rendkívül sokszor közel lehetett kerülni, esetenként rangos kutatóhelyekkel is, de haszna ennek nem volt semmi, mert nem sikerült európai demoszt ilyen értelemben csinálni. A másik, másik hasonló történet, ami ebben az időben meghatározó, hogy hát valamilyen módon fölmerült leteszkön az európai szozdemek hangsúlyozzák, a magam kis primitív, én magam is propagáltam Szajgontól ezéig, Sanghájig, hogy van európai, tehát az Európai Unió nem egyszerűen anyagi szövetség, nem egyszerűen egy kis pénzosztás, hanem az Európai Unió egy közös szellemiséget jelent, ami nem egyszerűen az európai értékeket jelenti, tehát nem ezt a lila dumát, hanem azt jelenti, hogy hát valóban létrehozunk egy olyan, hát akkori felfogása szerint szociáldemokrata kormány, vagy szociáldemokrata társadalom szerkezetet, amelyben hát valamilyen módon kiegyensúlyozódnak a nagy különbségek, és létrejön egy ilyen, hát különbségeket, ha nem is felszámoló, de minimalizáló európai szociális modell, ezt így hívták. Na most ennek is tömérve kutatási vonatkozása volt, sok pénzben tartok, akkor mérjétek fiúk, akkor hozzátok az adatokat, akkor hogy van ez nálad? És akkor megint rengeteget lehetett ezt csinálni, a 2001-2003-ra, még akkor lépünk ugye be az EU-ba, már világos, hogy ez a dolog lekerül a napirendről, hogy nem, ugye nem a szozdemek nyerik meg a nagy európai választásokat, hanem inkább már akkor már a néppárt, és következésképpen nem érdekli őket, hogy akkor van a különbségekkel, nagyon szépen lehet a dumálni, de leállnak ezek a vizsgálatok. Amik maradtak, azok ilyen szociálpolitikai, technikai vizsgálatok. Természetesen szükség van szociálpolitikai ellátórendszerek, hát nem kézbeadtatására, azok nem koordinálva vannak, de hát legalábbis összemérésére, és ehhez számos mérés is szükséges. Ami most jelenleg van, nagy európai kérdések helyett azok ilyen viszonylag egyszerű adatgyűjtési gyakorlatok egy nem létező európai jóléti állam számára. Azokon enken, ahol valamilyen jóléti rendszerek Alatországban működnek. Na most ebből alakul ki egy második modell, ezt nevezem én egy ismételt, ugye az amerikai minta eltűnik. És különben mi ezt mértük még annak idején számos vonatkozásban, hogy akkor hol mennek az Amerika volt mondjuk a 90-es évek közepén a magyar tudomány legnagyobb partnere. És akkor 10 évvel később már Németország, az most is Németország. Tehát tulajdonképpen amiről itt beszélek, az amerikai minta, pénz, kapcsolat, fenékbebújás helyett ugyanez Németországban. Aminek más a kultúra is milliója, másmilyen minta, másmilyen hagyományok, másmilyen kifizetésről, másmilyen fenekek. Még ezt is hozzátenném. Most ebből következik ez a kettős valami. Először van egy olyan minta, ami arra jó, hogy rácsodálkozunk a világra, a másik minta meg arra jó, hogy megtanuljunk elszámolni európai közös vizsgálatokban. Számtalan esetben annak idején mindenfajta
nem Magyarországon, hanem német vagy skandináv vitákban, én próbáltam arra rákérdezni, mint a hogy mondjam, hibát keresve, vagy provokálva, hogy hát minek kell az egész nekünk? Hát jó ez a vizsgálat, amit mi is végünk, együtt megszültünk? És akkor mindig a válasz az volt, nagyon neves németektől. Ez érdektelen. Itt arra jó, hogy legyen egy network, amiben mi ismerünk titeket, meg ti ismertek minket, így körülbelül tudjuk, hogy kihez lehet fordulni, kihez nem lehet fordulni, de egyébként, hogy mi jön ebből ki, az érdektelen. Tehát az, hogy na, az európai tudomány felejtsük el, ez önmagunk átverésére alkalmas, másra. Tehát előáll két modell, leegyszerűsítem, és ezzel bizonyos esetben is fejezem. Előáll egy olyan szociológia, amelyben az első modellben van egy amerikai modell, ami nem vezetett sehova. B, a 2000-es évektől, 90-es évek végétől, 2000-es évek elejétől van egy európai modell, ami az európai nem létező szociálpolitika apró pénzét akarja összegyűjteni. Tehát apró pénz alatt jött, hogy hát tegyenek adatok minden egyes országról. Most azt nem tudom, hogy tudjátok-e, csak azért mondom, talán nem, mert ezek nem részei a magyar értelmiségi közgondolkodásnak, hogy az EU azzal kezdte az összes arra tízre, aki belépett a 2004-es időben, hogy hát mi ezeket nem ismerjük. És vannak róluk számok, most nem okvetlenül szociológia, hanem szociológia, közgazdaság, demográfia, tudományszerű és bármilyen területen, de mi nem hiszünk nekik. Ezért csinálunk nagy összefoglaló vizsgálatokat, mi leltározunk. Leltározás nélkül ezeket nem lehet bevenni, de akkor mi leltározunk, ez elhúzódott, mit tudom én, bizonyos területeken, ahol ügyesek voltak a kutatók, például ilyenre gondolok az ifjúságkutatásban, még 10 évre, amikor még sikerült kivasalni az EU-ból még további pénzeket, az hogy ifjúság változik, akkor kellnek újabb pénzek, és nagyon helyes, változik. De a 90-es évek közepétől kezdődően óriási vizsgálatok indulnak Kelet-Közép-Európa leltározására minden területen, ezeket általában, ezeket a napi, hogy mondjam, a napszámos munkát, azt mit csinál? De a koordinátorok azok nyugatiak voltak, és a szervezettét ennek a dolognak egy speciális EU intézet, egy szevillai és spanyolországi EU intézet csinálta. Na most ma is, hogyha képet akarok arról, hogy valami vonatkozásban milyen alkalom Kelet-Közép-Európa, akkor el lehet menni a szevillai adatbázisokba, amiket mondom, mi hoztunk össze, de az ő szamárvezetőik alapján. És aztán, ami azóta van, az már vagy van, vagy nincs, az bizonytalan. Tehát 2002-2003-ig, amikor volt a nagy európai leltározás felvétel előtt, és azt ők úgy csinálták, hogy akkor legyenek adatok. Ugye a probléma az volt, hogy ez még világosabb, hogy az Európai Uniót ugye nagyon sok esetben Kelet-Európa vonatkozásában mégiscsak a németek befolyásolták, a németek világképe. Most a németek rendkívül meglepődtek, hogy amikor a két Németország egyesült, ők abban a hitben voltak, hogy hát Kelet-Németország egy nagyon fejlett ország. Majdnem olyan fejlett, mint ők. Hát egyrészt úgy voltak, hogy aki német, az csak fejlett lehet, még a kommunista akkor is. És aztán kiderült, hogy mégsem, vagy most ez bonyolult, hogy miért nem, de nem. És rendkívül meglepődtek, hogy hát akiket ők fölvettek, azok sokkal gyengébbek voltak, vagy legalábbis sokkal gyengébbnek mutatták magukat, mint aminek ők látni szerették volna őket. Ebből következően a dolog sokkal több pénzbe került, tehát a két Németország egyesítése. Ezután azt mondták, hogy akkor nekünk se lehet hinni, és miután nem lehet hinni, hát akkor ott a világ, és akkor miket is tessék komolyan venni. Ebből következett, ami velünk történt, amit mi egyszerűen nem voltunk hajlandók felismerni. Vagy első jutott hozzánk, vagy nem akartuk elhinni, vagy nem bízott, vagy nem tetszett a saját képünk szempontjából. Na most én ezzel abban is hagynám, hogy még lehetne órákat beszélni, még sem mutogatok képeket, de ezeket egy másodperc alatt. Tehát jön az amerikai szociológia, elindul a 80-as évek egy érdekes forduló. 74-ben megalakul először a Szociológiai Világkongresszus, furcsa akkor Várnában, nem egy
tudományos platform, de 78-ban már Uppsalában. 78-ban, tehát mennyire fontos a 70-es éve. Magyarországot, 1946 óta működik a Fulbright Alapítvány Amerikában. Van évente 8000 embert küld ki, vesz fel, enged oda ösztöndíjjal. 78-tól Magyarország is tag lehet. Na most 89-ig az én becsléseim szerint vannak számok, hát nem értük el a 150 főt. Ebben nem szociológus, hanem mindenki. A sugárbiológustól a agrárszakemberig. Ami azt jelenti, hogy hát kikerületett egy tucat szociológus. Nem volt több. De megjelennek számos más valamik, és mondom, ebből a szempontból itt aztán később a soros alapítvány, igen, sok lett. Valami nagyon fontos volt. Nagyon fontos volt, persze, hogy Magyarország és Magyarország voltak a fronti, és a Főleg, tettem egy csak, nem megyek ebbe vele, mert nincsen idő, de komolyan akartam venni ezt a dolgot, és megnéztem, hogy hát akkor egy jeles tudós a korban, többre nincs idő, hogyan helyeződik be ezekbe a hálózatokba. Mit vesz ebből észre? Na most igazán egyetlen egy olyan nyilvános napló van, amit kézbe lehet venni, hogy bizony a kollégák egyike sem olvasott, mert ez nem egy szociológus, hanem egy néprajzos, de Ortutai Gyula, aki hát nem csak néprajzos volt, hanem politikai személyiség is. Egyébként az MTA néprajzi intézet igazgatója ezekben az években. És ő vezet egy nagyon részletes, 68-tól egy nagyon részletes naplót, amiben mindig beírja, hogy milyen külföldiekkel érintkezik, meg hogy hova utazik, meg hogy az intézetében milyen kollégák vannak, stb. És ebben világosan lehet látni, hogy 70%-a kelet-európaiak vannak, nyugat-európai lehet 10%-a az ő személyes biznisze, akadémiai kongresszusok, nem tudom micsodák, és hát van még egyébként is ilyen speciális dolgok, ugye a néprajzosoknak a finnek voltak a nyugati ablak. Na most, hát ott, oda le, ott volt legitimálva, hogy ők mehetnek. De na most a ilyen finnek a magyaroknál nem voltak, különben a 90-es években, a 2000-es években, amikor már ez az európai ablak működik, akkor érdekes módon a hollandusok és a finnek azok, akik Kelet-Európa számára az ablakok, egyik sem tudományos nagy nemzet, valamint egyik sem egy társadalmi nagy nemzet. De szorgalmas emberek, bevesznek a tímjeikbe, nem kötnek le minket, nagyszerű. Körülbelül ez a státusz, amit el lehetett érni azóta is. Na most, nagyon érdekes módon, érdemes mindenképpen ajánlom mindenkinek, aki meg akarja érteni a 90-es éveket, a 2000-es éveket, 70-80-as éveket, értelmiségpolitikailag olvassa Ortutai naplóit, három kötet rendelkezésre áll, ha nem olvasta volna, olvassa. Én mondom, én ebből a szempontból sem mint nemzetközi. Na most beszéltünk az area studiesről, mintaváltás, társadalomtudományi változások, és megjelenik az új, tehát mindig az a kérdés, hogy ezzel fejezném be, hogy Magyarország lázasan kereste az új normalitást. Először az érjesztelés volt a normalitás, aztán ez a holland-finn kismesterség, napszámosság nagy projektekben volt a normalitás, amit meg kell tanulni, hogy kell csinálni, hogy kell élni, mint ha az a kérdés, hogy hogyan élsz, mint társadalomkutató, akkor hát vannak minták rá, most én megint nem az oktatókról beszélek, hanem azokról az intézetekről, ez iparszerűen zajlott, és iparszerűen zajlottak a kelet-nyugati kapcsolatok való belépések is. Tehát ez nem véletlen akció volt, hanem egy jött a másik után. Hát ezt meg lehetett tanulni, és a megtanulás ezek mindig a peremmesternek valamilyen izéje volt. Ma sincs másképp, de erről nem szeretünk beszélni. Ez sértő. Miközben tudjuk, hogy így. Na jó, én abba hagyom, aztán mindenfajta egyéb adatok, hogy tudom, mi van, hogy hány ember ment, jött, Fulbright-tal, többivel, ezek most nem nagyon jó. Jó, köszönöm szépen. Nem tudom, van-e bármilyen kérdés, vagy ez... Én azt gondolom, hogy ez annyira nem volt témája a magyar társadalmi, nem is szokás beszélni. Mit kell erről beszélni? Ez a más helyeken, például a lengyeleknél, ez sokkal inkább egy érzékeny téma, de egy fontos téma. Nagyobb tömegek. Hozzáteszem, hogy,
hogy ez elég világosan kiderült a 2000-es évek előtt is, hogy nagyon kevés volt az a magyar kutató, aki mondjuk így, hogy szobatiszta volt egy nyugati intézetben. Tudta, hogy hogy kell viselkedni, tudta, hogy hogy kell beszélni, tudta, hogy ha tanszéki kávézás van, akkor mikor szólhat, mikor nem szólhat, tehát hogy ne ő kezdje, ne ő fejezze, stb. Ilyenben nagyon kevés volt. És a probléma az volt, hogy volt, amikor a különböző európai programok elindultak, és voltak ilyen első néhány év után számonkérések, és én is ilyen számonkéréseknek voltam a biztosan nem Magyarországon, ugyanez volt, de Magyarországon is, ugyanez volt a probléma, hogy nem volt elég szobatiszta, nyelvet tudó, elég piacképes, tehát ember volt, aki szeretett volna élni egy évet Wisconsinban, ez nem volt kérdés. De hogy hatékony legyen a dolog, hogy hozzon is a konyhára, hogy nem tudom, ebből nagyon kevés volt. És ez volt állandóan a probléma, hogy az Európai Unió volt a 2000-es évek elején, közepén, állandóan panaszkodott, hogy hát miért nem prezentáltok több embert, miért prezentáltok ugyanazt az embert többször. És akkor mi megnéztük, nem Magyarországon, és az dölt ki, azért, mert nem volt több. Nem volt több, aki ott volt volna, franciál vagy angol, parancsolj. Hát talán van egy olyan tényező, hogy én ezt például a CEU kapcsán figyeltem meg, hogy lényegesen nagyobb nyelvi, kifejezetten nyelvi igényesség, vagy nyelvi követelmények jelennek meg, az furcsa mód azoknál a munkahelyeknél, vagy azoknál a projekteknél, ahol ténylegesen felmerül az, hogy magyar vagy kelet-európai ember vesz benne részt. Tehát mit tudom én, Oszlóban minden további nélkül elfogadhatónak tartják azt a angolságot. Igen, de Leedsben nem. Leedsben nem. Jó, oké, de remélem is az, hogy Leedsben, inkább az, hogy Oszlóban minden további nélkül elfogadhatónak tartják, a CEU-ban nem. Mert a CEU-ban azt gondolják, hogy annyira erős kritériumrendszert kell támasztani túl sok a magyar kandidátus arra, hogy mondjuk a CEU-n tanítson, már túl sok önjelölt van arra, hogy egy erősebb nyelvi standardet próbál alkalmazni a tanszék. Ez biztos, hogy így van, csak azt teszem hozzá, hogy én emlékszem, hogy egy időben, amikor egy Yehuda Elkána nevű rektora volt a CEU-nak, akkor én csomó ilyen bizottságában szerepeltem, részt vettem, meghívtak, stb. Mindig az Elkána ismételgette nekünk, hogy hagyjátok már abban, ne hívjatok annyi magyart, még be se hívjatok, nem az, hogy fölvegyetek, hanem hogy hát mi nem egy magyar egyetem vagyunk, jöjjön ide egy másodosztályú norvég, mert az egy nyugati. Azért nem fog idejönni a keleti, nem, lehet ez most másképp van, ezt nem tudom. Tehát, hogy nem azért jön ide a, mondta Elkána nekünk, a bizottságnak, nem azért jön ide a szerb vagy az ukrán vagy nem ki, hogy hát, hogy rossz magyarokat vagy jó magyarokat hallgasson, mert azért nem jönne ide, hanem itt olyan közepes amerikait kell, hogy hallgasson, akiről az a benyomása lehet, hogyha elég tapos, elég ügyes, elég rámenős, elég kiméletlen, akkor talán még kikerülhet Amerikába is. Tettőled ez nem fog, ezt nem hiszi el. Tessék, bocsáss meg, ez biztos, hogy lehet, hogy... Az egyik most a CEU, hogy a CEU-nak volt egy korai szakasza, egy felzárkóztató egyetem volt, hogy igen, a szovjet köztársaságokból jövő hallgatókat szalonképessé tegyük. Nyugatkánál is nem csak nyelvileg, hanem kulturálisan minden szempontból. Igen. Ennek vége, mert már átmentünk a... Igen, másfajosban vagyunk. Igen. Tehát ez már nem szempont, ez most a kiválóság, hogy egy nyugati szemmel ez egy vívós egyetem vagy, és valóban nem magyar egyetem. A CEU nagyon pici, persze, hogy elitista, ugye mindig ez a vád elhangzik, összesen 1400 hallgatója van. Szappa, ez nagyon kevés. Igen. Ugye egy 30-40 ezer fős magyar átlagos. Igen.
és úgy tudom, hogy ez a 1400 hallgató 120 országból jött. Igen, ez így van, mai adat szerint. Átlagban egy listában vagyunk. Tehát átlagban mondjuk nem, nem lehet átlagodni, körül 10-12 ember egy országból, és nincs majd, hogy a fele magyar, a többi meg egyértelmű. Azért még mindig a fele poszogját. Igen, elég sokan jönnek. Tehát, hogy mi mindig, minden igazat van, hogy mi nem fogtak kérdezni, de mi mindig azért az a tömeg az poszt-szovjet, akkor vannak ilyen olyan kelet-európaiak, de az miért jön ide akkor Magyarországra, mondjuk Lengyelországba, hogyha mehet, tételezzük fel közvetlenül Houstonba, ha neki ez a vágya. Viszont jönnek ide valóban furcsa gyerekek, aki szamoai, és látom, hogy ilyet, aki most idejött Magyarországon. Miért? Külön előny, hogy ilyen multikulturális, mert egymáshoz is... Igen. Ezt szoktam mondani a CEO, hogy ez a fő előnye. Nekem az érdekes, hogy most ebből az én rövid beszámolomra elkezdhetek reagálni a CEO-ra, pedig a CEU egy ugyanilyen, hogy mondjam, Area Studies egyetem. Tehát, hogy egyáltalán nem egy amerikai elit egyetem, a szociológia aztán végképp nem, mondom én. Tehát, hogy tulajdonképpen, aki Amerikába akar most menni, az egyedüli, én úgy tudom, hogy az egyedüli igazán nagy tömegű, magyar, jó tömegű és jó ember a közgazdasági programba megy, nem bizniszbe, hanem közgazdasági programba, mert ott rendkívül ugyanazt a matematikus közgazdaságtant tanítják, amit Amerikában, és elég ügyes, hogy onnan tovább tudsz menni, és sokan tovább csomó, is menne. Csomó rankingben benne van az első néhányból a CERN-ben. Hát ezekben... Cognitive science, vannak ilyen hivatos tudományok, cognitive science... Yeah. Jó, ezek lehetnek, de az igazi ízében... Tehát én inkább azt mondom, hogy nekem azt mondták mindig a CEU hallgatói, hogy a CEU-ra azért érdemes jönni, még akkor kilaktak mindenki a Kerepesi úton, mert nagyszerű uszoda volt. Tehát, hogy a fiúk, az oktatókat felejtsük el, én rengeteg olyat pasit ismertem, akit amerikai néven futott, az horvát volt, aztán diszidált Amerikába, és akkor visszajött, mert szeretett volna Horvátországhoz közel lenni. Ez van, de az euróról is hadd mondjam, mert... De én nem bántam a CEU-t, ezért nem az a témája. Az igazából ahhoz akartam hozzászólni, csak a végén még a... Igen, bocsánat. ...is említettétek, hogy azzal teljesen egyetértek, hogy különböző kutatási, társadalomkutatási és más ilyen EU-s kutatási konzorciumokban és programokban, hát a eredmény az nem igazán fontos, vagy nem volt igazából fontos, és gyakran nem hivatosan, de deklarálták különböző EU hivatalnokok, hogy amit kihoz a kutatás eredményként nagyon szép, nyilvánosságra hozzuk, de igazából tanuljatok meg együtt dolgozni, és ez nem csak... Persze. A közös európai démosznak a létrehozására irányul, hanem kifejezetten biztonságpolitikai. Igen, ez is szempont, igen. Hogy ha te baromi jól együtt tudsz működni egy nem tudom, portugál, akkor nem hogy már megtámad, mert hogy ez igen, világos, igen, persze. Technokrata módon így gondolták. Igen. Viszont az EU is rájött arra, hogy ezzel akkor nem lehet... Ma már ez nem, senkit nem... Ezért csináltak egy másik kategóriát, ezek a flagship, programok. Igen, meg excellenciák, meg mindenféle. Persze. A versenyelőnkkel Európában, a tudományban, Amerika, meg Japán, meg nem tudom, tehát ott már nem ez van. Igen, de ezekben az excellenciákban kevés társadalomkutatás van, még kevesebb szociológia. Egyre kevesebb egyébként. Igen. Dominálják a hadilag is használható. Igen, tehát hogy... Úgyhogy, és mondom, mikor a nyugati mintakapcsolatokról beszélnek, Isten olyan attól, hogy a CEU-val ennyit foglalkozzunk. CEU véletlenül került ide, már megvette a telkét, vagy megkapta a telkét Bécsben, egy volt elmegyógyintézet területén, Otakringben, hogy most mekkora hányadát viszi majd oda az embereinek, az majd attól függ, hogy itt hogyan játszik. Prágában alakult, én még tanítottam Prágában az első szakaszban, egy szakszereti iskolában voltunk nagyon jól, Zsiskokban, fönt a hegyen. Szóval persze, tehát hogy itt ez most éppen itt van, hát Istenem. Pár évtizedig egy egyetemet évszázadokban mérnek. Most ott 20-30 éve itt Magyarország. Ennyi. Kívánom, hogy legyen kétszer annyi, most nem ez a kérdés, de nem ezen múlik a magyar társadalomkutatás nemzetközi alkalmazkodó készsége. Ezt akarom. Ez nagyon fontos, ez lenne az alapüzenete az egésznek.
hogy félrevezet, ha azt hiszitek, hogy hát akkor most a CEU, nem? CEU-t meg kell becsülni, szeretni kell, el kell járni. Hozzáteszem, hogy én... Nagy politikai ügy. Tessék? Egy nagy politikai ügy, magyar politikai ügy. Miközben a CEU meghív abszolút elsőosztályú nemzetközi tudományos, társadalomtudományos sztárokat, akiknek az előadásaira a magyar kollégák egyáltalán nem mennek el. Tehát föl nem merül, mondjuk például társadalomkutatáson belül, mondjuk közgazdaságtudományból, de az egyenlőtlenség ügyekben is Pikettinél nagyobb sztár nincsen ma a világban. Piketty itt volt 10 napja. Hát én nem láttam egyetlen egy tiszteltemértő kutató kollégámat sem, akik a Pikettire beültek volna, mert nem szedtek belépti díjat. Úgyhogy nem, ez föl nem merül. Egyébként rajta vannak a programok a CEU honlapján, szabadon elérhetőek, a végén málna szörpöt kapsz, szóval semmifajta megkülönböztetés nem ér, nem, ez föl nem merül. Ugyanúgy, hogy van a Nemzetközi Humanitárius Institut für Wissenschaft, vagy Institut für Menschheit, egy nagy bécsi intézet, nemzetközi intézet, lengyelek alapították, tömérdek, jobbnál jobb európai nagy nevet hívtak meg, most egy Krasztev nevű bolgár, úgy szintén sztár különben az igazgató. Na most ők meghívnak minden, hetente van európai hírű, sőt nemzetközi hírű, és nem tudom milyen nagy szemináriumok. Minden alkalommal meghívnak egy lista alapján persze, de mindenkit Pozsonyból. Hát aztán Pozsonyból tényleg nem kunst átjárni, meghallgatni, nem tudom milyen, mondjuk Pikettit izében, Bécsben. Hát ha azt hiszik, hogy azt hittek, hogy átjárnak a szlovákok, épp úgy, mint a magyarok nem járnak át. Tehát, hogy miközben itt azért föl nem merül. És ez mérhető, szóval ez ott van, vagy nincs ott. Úgyhogy ne higgyük azt, hogy minket ez nagyon komolyan foglalkoztat. Szeretünk így, lehet, hogy kávész közben beszélgetni róla, de igazán azokat a lehetőséget, amik vannak, nem használ. Fizikailag nem használjuk, vitán fel. Köszönöm szépen, ha nincs, de akkor talán van még, vagy Karcsi jön, nem tudom, vagy még van, aki van a Karcsi előtt is még. Akkor egy program, bocsánat. Parancsolsz? Te elnököd, most éppen nem, te elnököd, most te. Nem te jössz például? Én jövök. Elnézést. Nem csak én bezárom. Oké, parancsolj. Kedves barátaim, előre bejelentett előadásommal szemben a társadalom tudomány történet, vagy a társadalomtudományok tudomány szociológiájának a kihívásáról, sajnos kihívásáról szeretnék beszélni. Az itt talán meg tudok nyitni. Igen. Látszik, igen. Na most, amiről szeretnék beszélni, az tulajdonképpen az egy részben egy gyakorlati természetű kihívás vagy helyzet, ami egy ilyen konkrét mai magyarországi probléma. Másrészt pedig valamilyen értelemben egy elméleti problémája a
tudomány szociológia, a társadalomtudományok szociológiája kihívásának. Tekintsük ugye úgy, hogy az a disziplináris harc, tehát a társadalomtudom, különféle társadalomtudományok közötti harc, ami a közéletben zajlik részben a forrásokért, részben a befolyásért, az mondjuk nagyjából három nagy részre osztható. Ugye van az, ahol olyan ugye egészen nagy, nagy tétek vannak, és ahol tulajdonképpen teljesen elhanyagolható a maga a tudományos harca, a téthez képest, tehát amit el akarnak vele érni. Ennek mondjuk az egyik példája az, hogy mondjuk az energetikával kapcsolatos harcok, amelyek ugye ez lényegében ugye magyarán Paksal, egyáltalán az atomenergiával kapcsolatos harcoknak van egy kimutatható, leírható, hogy mondjam, tudományos erőtérben megjelenő eleme, de ennek a szó szoros értelmében semmilyen más kimutatható célja nincs, mint az, hogy a paksi projektet alátámasszák, vagy ne támasszák alá. És ugyanilyen történet a génmódosítással kapcsolatos harcok, ahol szintén biztos nagyon izgalmas tudományos kérdések vannak a génmódosítás körül, de valójában ott is az a tét, hogy ez a lehessen vagy ne lehessen árulni génmódosított termékeket. Akkor van egy következő szint, ami már a társadalomtudományok számára átlátható valódi küzdelmeket, vagy valódi társadalomtudományi jelentős társadalomtudományi szereplők által folytatott valódi társadalomtudományi vitákat is magában foglal. És ott ugye már érdemes azt elemezni, vagy érdemes arról beszélni, hogy miközben ott a reál szférában, tehát annak a reál következményeiben már pártunk és kormányunk halálra győzte magát, de azért még szeretne a tudományos szférában is győzni. Ennek mondjuk két jellegzetes szinthelye van, mondjuk az alkotmány jogi küzdelmek, ahol ugye lényegesen előbb történt meg a ugye alaptörvénymódosítás, meg mindenféle olyan következménye, ami hatalomkoncentrációhoz vezetett volna, mint hogy az alkotmányjogban bármifajta hatalom átvételre sor került volna. Hasonlóképpen a gazdaságpolitikában sokkal előbb került sor egy ilyen teljes fordulatra a kliens gazdaság irányába, mint hogy az uralkodó közgazdasági paradigma mondjuk vereséget szenvedett volna. Na most ez érdekes megfigyelés, hogy nem elég nekik, hogy itt úgy tűnik, hogy nem elég.